Azt szokták mondani, a téma az utcán hever. Én Orosz Gusztáv úrra utoljára Gacsájban találkoztam hivatalból egy kutyabemutatón. Most az ember bűnügyekben is nyomoz, kutyát is vezet és dolgozik. Mi a módja? A kutya például most hol van? A kutya az most ben van a rendőrkapitányságon és most pihen. Ugyanúgy pihen, ahogy én, mert én is most jelenleg szabadságon vagyok. De most ez a pihenés a kutya számára, ez mit jelent? Megkapja ugyanúgy az elemózsiát, mint ahogy illik. Tehát az enni kell, akkor is az ember nem dolgozik, csak kiképzés nincsen? Természetesen, hogyha nincsen igénybevétel, akkor ők pihennek, igen. De mikor igénybevétel van, azaz bűncselekmény történik, és akár szabadságon vagyok, akár nem, akkor engem berendelnek, és akkor ugyanúgy megyek ki velek dolgozni, mint máskor, mint munkaidőben. Ugye bennem keveregnek az emlékek, egyszerűen Tunyó Matolcson beszélgetem a határőrség kutya kiképzőjével, és kérdeztem, hogy hogy van ott a kutyával, hogy a kutyának egy gazdája van, vagy hogyha ha én szabadságra megyek, akkor a kutyához majd oda megy valaki, és akkor mondta a fiatalember, hogy nem, az a kutya az ahhoz a gazdához van hozzánőve, az öné is. Természetesen. Itt nálunk annyi különbséggel van, hogy az én kollégám, az Nagy László kollégám, őt szoktam megbízni mindig, hogy esetleg olyan gondom és problémám van, vagy nem tudok esetleg bemenni, akkor ő megeteti. Kitakarítja, megitatja őket. És őt elfogadja a kutya. Természetesen. De most ami a megeteti. Hivatalból van egy étnorma, anyagiakra gondolok, vagy eleve össze van állítva egy heti étrend, mint mindenki másnak, hogy mit tehet a kutya? Nem. Ez úgy van leszabályozva a rendőrségnél, hogy kapunk egy bizonyos keretet, tehát kutyánként. Igen. És abból nekem meg kell vásárolni a tápot, a vitamint, a gyógyszert, vagy teszem fel bármi kell. És ez, ezt én osztom be, úgy etetem, ahogy elő van írva természetesen, de a norma az 70 dekatáp, tehát abban a minőségben, olyan mennyiségben kell etetni őket. Most minden hasonlat sántít, ugye a legtöbb esetben meg van szabva, hogy mennyi kalóriának kell lenni, mennyi gyümölcsnek, mennyi vitaminnak, már ami ránk emberekre vonatkozik, hát a kutya legalább, ez a kutya meg pláne, olyan ember, mint mi vagyunk, ugyanígy ez is elő van írva, tehát válasz nem lehet mindig csak tápot etetni, hanem mindenféle mást is. Természetesen szoktunk nekik konyhai maradékot adni, ilyenkor télen például nagyon jó a meleg leveslé, igen. Sőt ajánlatos is. Vagy esetleg burgonyát, tésztafélék nagyon jó ilyenkor, de természetesen melegen, hát ilyenkor hideg van, és a zsírtartalomnak annak meg kell lenni, hiszen télen azért kell a kutyáknak, már a bunda vastagság növelése miatt is, meg egyébként is azért a meleg étel az nem árt. Keverve szoktunk neki adni természetesen. No, gyakorlatilag ezt a műsort a nézők szilveszterkor, illetőleg új évkor látják önt valamelyik napon, szolgálatban, ha szükség úgy hozza. Természetesen, hát hogyha bűncselekmény történik, vagy esetleg be kell vonulnom, akkor kötelességem bevonulni. Én szabadságomat fogom tölteni, de itthon leszünk természetesen, családommal együtt, és hogyha kellett, akkor persze be fogunk menni. És akkor a módja az az, hogy az ember felszerelkezik azzal a bűnügyi eszközökkel, mert nyomozáshoz szükséges, vegyi meg egyéb dolgokkal, láttam én már az önkocsiját, meg a nézők is láthatták. És amikor ez mind megtörtént, akkor megyünk oda a kutyushoz, a kutyusnak megvan a helye? Természetesen. Ez úgy történik, hogy a bemaruláskor a speciális ruhánkba beöltözünk, ami elő van írva. Megfelelő felszerelést, eszközöket bepakoljuk. Világító eszközök, fényképezőgépek, nyomrögzítő eszközök, kutyavezető porrás, stb. És amikor mindennek vége, lemegyünk szépen és kiengedjük, a kutya már ott ül a kocsi előtt, tudja, hogy ő most megyen dolgozni, szépen beülünk és vonulunk a helyszínre. Buta kérdés, látszik a kutyán, hogy tehát úgy örül, tehát ez neki egy olyan esemény, mint bármelyikünknek egy siker? Természetesen, ők nagyon pontosan tudják azt, hogy most gyakorolni megyünk, vagy nagyon komoly helyszínre megyünk, ezt is el tudják határolni. Valahol megérzik azt. Én ott tudom mindig megfigyelni nagyon jól, amikor esetleg vizsgázni vagyunk, és az emberben benne van egy kicsit a vizsgadrukk. Nem úgy, mint gyakorláskor, mert gyakorláskor úgy van vele az ember, hogy amikor gyakorol, jól megyen, kisebb hibák természetesen mindig vannak. Azokat a hibákat kiküszöböljük, de egy vizsgánál akarva, akaratlanul az emberben benne van egy kis vizsgadruk, és akkor ők ezt valahol ezt tudják, és érzik azt, hogy itt most nem szabad hibázni, mert a gazdinak most oda kell figyelni, meg nekem is oda kell figyelni, és a kettőnk produkálását azt mindig értékelik. Most ez a vizsga, ez törvényesen elő van írva bizonyos időközönként a kutyának is,
meg a vezetőjének is számot kell adni, hogy nem ülünk a babérokon, hanem lépést tartunk a technikával, a tudománnyal, meg a bűnüldözéssel? Természetesen, hát mint az iskolában is vannak a féléves éves. Tehát mint egy semete, igen. Van, pontosan. Hát ugyanúgy van ez nálunk is, sőt nálunk annyiban különbözik az egésztől, hogy itt jóval szigorúbban veszik, és jóval nagyobb létszámú vizsgabizottság dönti ezt el, hogy milyen minősítést kapunk. Mert ugyanis van megfelelő, jó és kiváló minősítés, megfelelő pontszámok alapján ezt a bizottság ezt eldönti, hogy ki, hogy produkált. Ezekben a percekben úgy mindenki egy kicsit mérleget készít az elmúlt esztendőről, tehát 2001-ben csak amit el lehet mondani. Összességében oroszul hogy emlékszik, mondjuk, melyik esemény volt az, amit a kutya szempontjából, mert elnézést a kutyáról esik a legtöbb szó, de őróluk ugye nem lehet annyit beszélni, mint az emberről, de legalább ilyenkor szóljunk. Tehát hogyha úgy igazán dicsérnék én a kutyus teljesítményét, milyen esetre gondol vissza a legszívesebben? Én így elhatárolni külön, én így igazából véve nem tudom, mert nekünk ugyanolyan öröm egy tyúk tolvajt megfogni, mint egy akármilyen profi betörőt. Mindkettőt fogtunk már természetesen. Én ilyen konkrét esetre nem tudok. Nekünk mindig produkál olyan dolgokat, amit elvárunk tőle, ami a kötelesség és ami a munkája. Ha csak egy picike kis dolgot megmutat már, nekünk már abból is ki tudunk indulni természetesen. Én ilyen konkrét esetre nem emlékszem. Talán nem beszéltük meg. Igen. Talán, ha jól emlékszem, a leghosszabb nyomkövetésünk az 8,5 kilométer volt, ami úgy... És akkor ön, mint vezető, megy mellette, és elhiszi a kutyának, hogy arra kell menni, és nem sétáltatni akar ez a jószág? Pontosan. És még ha jól emlékszem, még akkor felfedeztünk egy másik helyszínt is, mert kiderült, hogy két helyszín lett az egy helyszínből. Összesen 8 vagy 8,5 kilométert mentünk. És akkor aki megy ön mellett, aki nem tartozik a kutyához, és akihez nem tartozik a kutya, az nem mondja, gúsz, tehát ez megvezet bennünket, ez a kutya a szószoros fizikai értelmében. Nem fordult még elő, ilyen nem is fordulhat elő, mert ha ilyen elő fordul, akkor nagyon súlyos kiképzési és stílusbeli problémák lépnek fel, aminek a felelőse az a vezető mindig, és ezt önmagának köszönhetné meg. Ezért nagyon-nagyon súlyos fenyítéseket lehet összeszedni, ha utólag végül is kiderülne az, hogy félrevitt bennünket. Nem fordulhat elő ilyen. Most hát, hogy önt megfenyítik, az egy dolog. De a kutyának akkor az ember ilyenkor szembenéz vele, és azt mondja, hogy hát ne haragudjál már. Így most nekünk ugye nem ilyen kutyáink vannak, mert nekünk is vannak otthon. De úgy sokszor úgy el szoktam én is beszélgetni a kutya, és úgy szinte látom a szemén, hogy hát valamit biztos érez abból, amit mondok. Megértik ezek a kutyák, hogy mit mond az ember? Egy bizonyos szintig igen, természetesen. Sőt, ha a kiképzés alkalmával is egy kicsit morcosabban, egy kicsit erőteljesebben szóljunk rájuk, vagy esetleg nem olyan hangnembe szólunk, nem olyan hangszínben, nem olyan hangsúlyba szólunk, ők már ezt tudják, hogy a szokásostól eltér, és itt valami probléma van. Tehát ők azt egyből észreveszik. Na, önnek a sikeres év után azt mondja a kapitány úr, dr. Gere Zoltán, az első úr, hogy puszti, vagy orosz úr, jó volt, gratulálok, nem tudom, jutalom, feljebb sorolás. Mit mondan a kutyájának, ha jól teljesített? Hát, amit minden nap el szoktam mondani, hogy okos vagy. És ezt ő látja, és csillog a szeme, és tudja, hogy most meg vagyok becsülve. Így van, pontosan. Ha ezt a szót elmondom neki, akkor a szemei kivillan, és akkor ugrik rám, akkor tudja, hogy jó is. Tehát neki nincs szaloncukor, nincs karácsonyfa, nincs boldog új év kívánás, hanem az van, hogy okos vagy. Igen. Hát egy-két jutalomfalatot azért szoktunk neki adni természetesen. Nagyon jó teljesítménykor, illetve kiképzés alkalmával őrző-védő fegyelmező gyakorlatoknál, inkább a fegyelmező gyakorlatoknál szoktunk jutalomfalatokat adni, úgy egyébként nem. Kedves nézőink, bizonyára sokan elcsodálkoznak, hogy ugyan már hát egy szilveszteri újévi műsorban hogy kerül a kutya, és hogy kerül a gazdája. Vigyáznak ránk, és mi nagyon szeretnénk hinni, hogy ugyanilyen eredménnyel, oroszul én gratulálok az elért sikerekhez, boldog új évet kívánok önnek, és talán nem lesz bizarr haszon a kutyájának is. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.